Egyszerre néhány sorban tudják törni a dohányt Ófehér tó határában, egy sorra pedig egy ember jut. A dohány betakarítása tipikusan olyan munka, amely kézi munkaerőt igényel, a gazdálkodónak pedig nehézséget okoz, hogy megtalálja a megfelelő számú dolgozót. Nincs ez másként a mezőgazdaság más szektoraiban, így a zöldség-gyümölcságazatban sem. Apáti Ferenc a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke szerint a következő 5-6 évben sem várható ebben elmozdulás, ez pedig két lehetőséget vet fel. Az egyik út, ami cseppet sem üdvözítő, és semmiképp nem lehet róla sikerként beszámolni, az az, hogy az erősen élő munka igényes kultúrák leépülnek, vagy akár teljesen eltűnnek a köztermesztésből. Ilyen például a málna, a közméte, vagy ilyen a kézi betakarítású szabadföldi zöldségek köre, amelyeknek a termőterülete radikálisan csökkent, vagy egyes kultúrák, ahol a munkaerő hiányon kívül még a klímaváltozás is sújtja az adott zöldség-gyümölcsfajt, gyakorlatilag teljesen eltűntek a magyar köztermesztésből. Tehát a piac, az ágazat úgy reagálta le a munkaerő hiányt, hogy amihez nagyon sok élő munka kell, azt redukálja, vagy egyes esetekben gyakorlatilag likvidálja termelésből az ágazatból. A másik megoldás a gépesítés, automatizálás, hiszen régóta ismert közgazdasági törvényszerűség az, hogy a munkaerő, mint erőforrás tőkével kiváltható. Ezzel a bizonyos tőkével ugyanakkor a gazdálkodók csak egy bizonyos rétege rendelkezik. Sokan nem engedhetik meg maguknak. A néhány hektáron zöldséget, gyümölcsöt előállító termelők legtöbbje nem képes arra, hogy ezeket a méreg drága motorizált betakarítógépeket beszerezze. Támogatások ugyan lesznek precíziós eszközök vásárlására, de a magas árak miatt ezek is inkább a nagy termelőknek ad lehetőséget a modernizálásra. Van már önjáró permetező robot, ami nyilván megfelelő programozás mellett bejárja az ültetvényt és önmagában permetez, de hát ezeknek az ára 70-80-100 millió forint egy 5-8 millió forintos hagyományos ültetvény permetezőhöz képest, vagyis nagyon nehezen fogják ezt még tudni megfizetni. De a technikának itt is van egy olyan sajátossága, hogy akkor válik valami olcsóvá, így a robotok, az automatizált eszközök is, amikor elindul a sorozatgyártásuk. Akkor felére, harmadára fog esni az áruk, mert sokkal olcsóbb valamit nagy szériában gyártani, mint hogyha csak néhány darabot állítanak elő belőle. Tehát az, hogy most ezek méregdrágák, és még gyakran nyugat vagy dél-európai élenjáró kertészeti vállalkozások sem tudják ezeket megvásárolni, az nem azt jelenti, hogy 5-10 év múlva nem lesz az realitás, hogy ezek a hazai kertészetekben is ott legyenek. Apáti Ferenc hozzátette, az agrárium döntéshozói éppen ezért jelenleg is azon dolgoznak, hogy olyan pályázati lehetőségeket kínáljanak, amelyek a kistermelők számára is lehetőséget biztosítanak a hatékonyabb termeléshez. Ami pedig a munkaerőhiányt illeti, egyes felmérések szerint a keleti ország részben már 12-14 ezer, az ország középső és nyugati részén 15-18 ezer forintot is fizetnek naponta az idény munkásoknak, azonban így is egyre nehezebb munkaerőt, különösen kvalifikált munkaerőt találni.